Mint egy csatában több száz évvel ezelőtt orosz lovasok csapnak össze a kazak sztyeppe nomádjaival, Oroszország Kazaksztán ellen, az asztanai nomád világjátékokon. És hogy van a való életben? Észak-Kazaksztánba utazunk, Mamjutka faluba, alig 40 kilométerre a kazak-orosz határtól. Sok itt élőnek élő kapcsolatai vannak Oroszországban, üzleti partnerek, barátok, rokonok. Kazak állampolgároknak nem kell vízum a határátlépéshez, és ezt sokan ki is használják. Mamjutkában 7000 ember él, oroszok, kazahok és tatárok. A hétköznapokban az orosz nyelv a domináns. Indira Uszimbajevának itt minden új. Alig 3 éve költözött ide Mamjutkába a család, Kazaksztán déli részéről. Indira 6 fiút nevel, férje a hadseregben szolgál és ritkán van otthon. Azt mondja, délen csak kazahul beszéltek, de most oroszul kell tanulni a fiainak. Az Uszimbajev család egy észak-kazaksztáni állami fejlesztési program keretében költözött ide. Micsoda? Északra költözöl? Mindenki ezt kérdezte tőlünk. De hát ott oroszok élnek, ott van a határ. Megőrültél? De ez nem Oroszország. Ez a mi országunk. A hazaszeretetem azt súgja, ide kell költöznem. De ahhoz, hogy szerest Kazaksztánt, nem kell kazak nemzetiségűnek lenned. Legalábbis Indira szomszédja Olga Szemjonova szerint. Ő orosz és régóta él már Mamjutkában, ahol a virágos kertjének szenteli az életét. Korábban üzletasszonyként dolgozott, és ő is a határ közelségéből húzott hasznot. Szeretem Kazaksztánt, orosz kazaknak tartom magam. Ez a melegszívűség és vendégszeretet nincs máshol. Soha nem engednek haza üres kézzel. Kazaksztánban összesen 3 millió orosz nemzetiségű él. Moszkva Asztana stratégiai partnere, politikailag, katonailag és gazdaságilag is. Pedig a közvéleménykutatások szerint a lakosság harmada nem zárja ki egy orosz támadás lehetőségét, ahogy az Ukrajnával is történt. A háború megváltoztatta az emberek gondolkodásmódját. Felértékelődött a függetlenségünk. Egyre többen tanulnak most kazahul, sok orosz ajkú is. Változik az identitásunk. Tudjuk, hogy Kazaksztán is sebezhető egy esetleges külső agresszióval szemben, de a veszély összekovácsolja a társadalmat. Indira Uszimbajeva történelem tanár. Jól tudja, a hazája többször is állt már háborúban. A 6 fiú édesanyja most attól fél, hogy gyerekeinek egyszer majd Oroszország ellen kell háborúzniuk. Nem akarok háborút, de nem félek. Minden Isten akarata szerint lesz. Nem félek. Imádkozom és hálát adok Istennek, hogy békés az égbolt. Ezen az estén Mamjutka felett az orosz-kazak határnál valóban békés az ég. És közben a nomád világjátékokon is véget ér az összecsapás. Kazaksztán legyőzte Oroszországot. Legalábbis sportban.